A Nyíregyházi Egyetemmel és az Eperjesi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást a Megyei Múzeum, így aktívabb lesz a közös szakmai munka a kulturális intézményben. A célok között szerepel többek között a térpákság széleskörű kutatása, és hogy egy valóban nyitott múzeum működjön Nyíregyházán. A Józsa András Múzeum a tudományok gyűjtőhelye, többek között geológusok, művészettörténészek, irodalmárok és régészek is dolgoznak az intézményben. Ezeknek a szakembereknek a tudományos munkáit segíti az a két együttműködés, amelyet az intézmény a Nyíregyházi Egyetemmel és a Szlovákiában található Eperjesi Egyetemmel kötött. Utóbbival egy kiemelt témája is van a közös munkának. Nyíregyháza és Eperjes a 90-es évek végétől testvérváros is, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az Eperjesi Egyetem rektora kiemelte, az együttműködés legfontosabb lépése a közös érdekek megkeresése. A mostani kapcsolatunk olyan, hogy van a szerződés két egyetemünk között, de vannak kollégák, akik együttműködnek, akik találkoztak, akik dolgoztak közösen, meg publikációkon még a régebbi időben. Ahogy mondtam is a sajtótájékoztatón, hogy még a 70-es, 80-as években létezett egy hivatalos és működő kapcsolat az itteni pedagógiai főiskola és a Safári Egyetem pedagógiai kara között. Annyira egy házi kulturális intézmény célja, hogy nyitott múzeumként működjön, ezért is kötöttek már több együttműködési megállapodást idén. Annyiregyházi Egyetem rektora a sajtótájékoztatón kiemelte, oktatási intézményüknek is célja, hogy hasonló nyitottsággal működjön. Egy intenzívebb, aktívabb kapcsolatot várok, közös konferenciák szervezését, közös pályázatokban való részvételt, akár a múzeum kollégáinak részvételét a mi képzésünkben, tehát oktatói tevékenységet, illetve hogy a múzeum helyt adjon a hallgatók oktatásához. Hétfőn és kedden tudományos ülést tartanak a múzeumban, rejtőzködő szexualitás, titkolt identitás címmel hangzott el a sajtótájékoztatón. A témák között szerepel például a különböző korok nőképei, a saját nemükhöz vonzódó művészek, de az első világháború női hadifoglyainak emléke is. A konferenciához kapcsolódva tárlatvezetésre is várják a látogatókat október 9-én hétfőn délután. Ekkor a 18 éven felüliek tekinthetik meg a Csókolj meg édes című tárlatot, a konferencia azonban minden korosztály számára nyitott. Rémiás Tibor, a Józsa András Múzeum igazgatója, a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm. A nyitott múzeum fogalma azért nagyon megkapja az embert ebben a bejátszásban. Hogyan illeszkedik az eddigi együttműködések sorába ez a két együttműködési megállapodás, ami ezzel a két egyetemmel történt? Amikor én elvállaltam a múzeum igazgatóságot, tehát az én programomban ez szerepelt, hogy nyitott múzeumot szeretnék a Józsa András Múzeumban. Kezdettől fogva nekem ez a feladatom, ez a célom. Itt egy új vonalat szerettem volna megvalósítani. Remélem, hogy ez most már lassan a városban kezd kirajzolódni. Tehát legelőször én, ami egy kis meglepetést is okozott, sikerült a Nyíregyházi Állatparkkal egy megállapodást kötni. Nem sokkal később a Nyíregyházi Gyógyfürdővel. Mind a kettővel egy olyan megállapodást kötöttünk, hogyha egymástnak az intézményét meglátogatjuk, akkor 10% kedvezményt kapunk. Tehát akár a múzeumban jönnek, akár az állatparkba, vagy a strandfürdőre. Ennek a hatása most már egyre jobban kezd érződni. Egyre inkább jobban nálunk, tehát nem tudom, hogy az állatparkban, ahol ugye nagyon nagy a látogatottság, vagy a Sóstófürdőben ez érezhető-e, de nálunk a múzeumban ez határozottan állíthatom, hogy érződik. Ezután külföldi kapcsolatokat próbáltunk létesíteni. Külföldi kapcsolat az azt jelenti, hogy a Kassai Múzeummal, a Szatmárnémeti Múzeummal és az Ungvári Múzeummal kötöttünk egy kölcsönös megállapodást. Ez elsősorban tudományos jellegű, és a projektekre vonatkozik. És most, ahogy a bejátszásban is láttuk, az Eperjesi Egyetemmel és a Nyíregyházi Egyetemmel kötöttünk együttműködési megállapodást. Elfelejtettem mondani, hogy a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárral is kötöttünk ilyen együttműködési megállapodást.
Az utóbbira visszatérve, amit láttunk a filmen is, ennek az a értelme és az a jelentősége, hogy a nyitott múzeum az a látogatók szempontjából jelent nagyon sokat, tehát mi egyre több látogatót szeretnénk a múzeumba, nyitottak vagyunk minden tekintetben, tudományos téren, múzeumpedagógiai téren, közművelődési téren, és így tovább, de itt kifejezetten a tudományos alapokat szerettük volna megteremteni, és én attól, hogy a múzeumnak az igazgatója vagyok, tehát nem én vagyok az első e tekintetben, mert az én elődeim is már ezt megteremtették. Van egy kiemelt pontja a két egyetemmel között kötött egyességnek, ez pedig a tirpákságnak a kutatása. Köztudott, hogy a Eperjesi Egyetem az protestantizmus kutatásában nagyon erős, és mi ugye a nyíregyháziak, akik bevándoroltak ide 1753-ban, azok a tirpákoknak hívjuk, és a tirpákság azok evangélikusok voltak, és az evangélikus kutatás az az Eperjesi Egyetemen nagyon erős, és nagyon sok közös kapcsolódási pont van, olyannyira, hogy a kiadványaikban, amik idáig szlovákul jelentek meg, nagyon sokszor szerepelnek a nyíregyházi evangélikusok. A elődeink már kutatták a tirpákságot, ez elsősorban néprajzi vonatkozásban, gasztronómiai vonatkozásban történt, de sokkal jobban szeretnénk elmélyíteni, és én úgy gondolom, hogy ez a szerződés ez erre fog irányulni. Közös konferenciák is szóba kerültek itt az egyetemek kapcsán. Vannak-e már konkrét körvonalazó dolgok, hát lehetőségek? Éppen a rejtőzködő szexualitás tiltott identitás című konferenciáról jövök, ami most éppen a Józsa András Múzeumban zajlik. Ez a Nyíregyházi Egyetem és a Józsa András Múzeum közötti együttműködésnek már az egyik termése, vagy terméke. Már sokkal hamarabb elkezdtük ezt a szervezést, annak ellenére, hogy ugye csak múlt hét szerdán kötöttük meg ezt az együttműködési szerződést, de hát nálunk elég élénk és nagyon serény ez a kapcsolat tudományos téren, de ezt ki szeretnénk terjeszteni, ahogy már mondtam is, tehát a hallgatóknak a együttműködésére, hallgatók foglalkoztatására, közös kiadványokra, és így tovább. Tehát most a konferencia például, ahonnan jövök, tehát ott nagy az érdeklődés egy részről, másrészt pedig hát nagyon színvonalas a konferencia. Mondjuk ezt a konferenciát, ami ugye szexualitásról szól, ez nálunk nem véletlen, ugyanis a Múzeumok Éjszakáján a Csókony meg Édes című kiállítást nyitottuk meg, ami ugyanezt a témát pedzegeti, mégpedig az első világháború időszakából. És ezt a két témát próbáltuk ötvözni, úgyhogy egy konferencia most globálisan erről a témáról szól, mi pedig adjuk hozzá a kiállítást, és a konferencia résztvevői pedig megnézhetik majd a kiállítást. A nyitott múzeum nyitni fog középiskolák és általános iskolák felé is? Hát ez egyértelmű. Tehát a nyitottság az a diákság felé történik. Ahogy nálunk múzeumpedagógusok vannak, és a múzeumpedagógusoknak ugye az a fő tevékenysége, hogy az óvodások, az általános iskolások és a középiskolások, sőt az egyetemisták felé nyisson. Egyetemisták azért egy problémás, nagyon csúszamlós téma, ezért próbáltam külön az egyetemmel is szerződést kötni, hogy minél hatékonyabb legyen a kapcsolat, de nem csak múzeumpedagógia, hanem andragógia is működik a múzeumban, ami a felnőttek felé nyílik, és a felnőttek felé pedig tehát életen át való tanulás, ugye ez a lényeg, hogy amikor elvégzi az ember az egyetemet, vagy befejezi a tanulmányait, azért ott a képzés az még nem fejeződik be, hanem hosszú időn keresztül mi próbáljuk biztosítani azokat az előadássorozatokat, lehetőségeket, hogy eljönnek hozzánk a felnőttek, a nyugdíjasok is, és megfelelő élményeket próbálunk biztosítani számukra. Nagyon rövid az időnk, de nagyon sok programmal várja a látogatókat a múzeum most ősszel is. Csak néhányat emeljünk ki közülük. Így van. Nálunk továbbra is folytatódik
a Fejedelmek mesés című kiállítás, amire nagyon sok a látogatónk, de egyre többet várunk, és egyre jobban szeretnénk propagálni, olyannyira, hogy ezen a héten szombaton Fejedelmi Családi Napot szeretnénk tartani. A Fejedelmi Családi Napnak az a lényege, ami szombaton lesz, október 14-én, az a lényege, hogy megint élményt adjunk oda látogató családoknak. Aprónak, aprajának, nagyjának, kicsiknek, nagyoknak, mindenféleképpen. Itt haditornától kezdve, ételkóstoló, vizsói biblia nyomtatástól kezdve, reneszánsz táncon át, tehát mindenféle olyan dolog lesz, ami ide vonzhatja az embereket. Ezt mindenkinek figyelmébe ajánlom, mert szerintem nagy élményt fog biztosítani az ide látogatóknak szombaton 14-én. Nagyon szépen köszönjük, hogy befáradt hozzánk, és azt hiszem megígérhetem, hogy a további programokról is örömmel beszámolunk. Köszönöm szépen, fogok élni vele.